Újabb megyei mérkőzéssel folytatódik a kézilabda közvetítések sorozata. Szeretettel köszöntöm a sportszerető közönséget a tévé képernyő előtt. A férfi kézilabdázóink ezúttal hazai környezetben a Püspökladányt látják vendégül. Mielőtt a mérkőzés elkezdődne, természetesen megkérdezzük a két edzőt, hogy hogyan készítették föl a csapataikat a mai meccsre. Tamás, újabb mérkőzés, újabb forduló a megyei bajnokságban, a Püspökladányt látjátok vendégül. Azt a Püspökladányt, aki ellen, amikor idegenben náluk játszottatok, a legnagyobb különbségű győzelmet tudtátok aratni. Hát azt gondolom, hogy ez az a mérkőzés lehet, ahol elméletileg nagyon-nagyon nem kellene félnünk attól, hogy vajon milyen végkimenete lehet a meccsnek, de mondtad, említetted, sokszor elmondtad, mi is sokszor elmondtuk a közvetítések alatt, hogy minden meccset komolyan vesztek és megpróbáltok a lehető legjobban játszani. Ma is ez a cél, mit terveztek a mérkőzés előtt? Hát valóban ott Püspökladányban 47-6 arányú győzelmet arattunk, magabiztos játéka. Igazából az ellenfél úgy gondolom, hogy fiatalok, még serdülőkorú játékosokból állnak, egy-két idősebbek kiegészülve. Úgy gondolom, hogy jó képességű gyerekekről van szó, csak még fiatalok, és nyilván ők a jövő csapatát fogják majd képviselni. Mi ma ugyanúgy a saját játékunkat szeretnénk játszani, komolyan veszük őket, és mindenképpen ahogy tudjuk, úgy meg fogjuk verni őket. Jelenthet bármit is az, hogy a legutóbbi mérkőzésükön a Hajdúszoboszló ellen azért elég komoly ellenfelei voltak a Szoboszlónak. Talán még a fürdővárosiak sem várták volna azt, hogy ilyen nehéz lesz a Püspökladány ellen. Tehát megtörténhet azért bármi? Nagyon remélem, hogy nem történhet meg bármi. Nagyon remélem, hogy esélyesként azért lehozzuk simán a mérkőzést, de mint mondtam, fiatal, ügyes gyerekekről van szó, tehát ők is folyamatosan mérkőzésre fejlődnek, és annak úgy gondolom előbb-utóbb meg lesz majd az eredménye. Minden meccs előtt el szoktad mondani, hogy azt kéred a fiúktól, játssza mindenki azt, amit tud, és játssza a csapat a saját játékát. Mi lesz most ez a játék, hogyan próbáljátok majd a Püspökladányokat a lehető leggyorsabban feltörni? Hát igyekszem most nagyon jól forgatni a csapatot, igyekszek mindenkinek körülbelül azonos játék lehetőséget adni, és így próbáljuk a stabil védekezésünkben, gyors lerohanásokkal mi hamarabb eldönteni a mérkőzést. Éppen arról beszélgettünk Madai Tamással, a Hajdunánásiak edzőjével, hogy egy roppant fiatal csapattal találkozik most a Hajdunánás alakulat, és ugye hát nem egyszerű a dolgotok a felnőttek ellen játszani egy ilyen nagyon-nagyon fiatal társasággal, de az előző fordulóbeli eredményetek azért azt mutatja, hogy föl lehet verni a kesztyűt, a Szoboszlót, ha nem is nagyon-nagyon szorongattátok meg, de azért szoros eredmény született, szerintem a Szoboszló nem ezt várta volna. Hogyan érkeztetek most Hajdunánásra, hogyan készültetek a mai mérkőzésre, hogyan küldött pályára a fiúkat? Igen, elég úgymond nehéz helyzetben vagyunk, mivel nagyon megfiatalítottam a társaságot, tehát teljesen új csapatot építek, ahhoz képest, tehát tavaly is fiatalok voltunk, de ahhoz képest még jobban fiatalodtunk. Sajnos 5-6 játékos nem tartott velünk különböző okok miatt, nyelvvizsgáznak, 3-an betegek, úgyhogy ennyien jöttünk el. Hát a Szoboszló meg a Nánás nekünk teljesen más történet. Az erő szempontjából, tudás szempontjából is nekünk a földes polgárral kell majd egy kicsit oda figyelni azokra a mérkőzésekre. Én úgy gondolom, hogy mind a két mérkőzés, amit a említett két csapattal játszottunk, mind a két mérkőzés megnyerhetük volna, mert a másik fél időben még vezettünk több góllal is. De hát mivel nagyon fiatalok vagyunk, teljesen rutintalanok, ezért mind a két mérkőzés a vezetés ellenére vereséggel záródott. Hát az első fordulóban, az első meccsen a Szoboszlótól egy nagyverést kaptunk 23 góllal, most a második egy 9 gólos lett, tehát itt azért igaz, más csapat jött el Szoboszlóról is, egy pár játékos nem jött el, más is játszottak, de én úgy gondolom, hogy mi is egy sokkal bátrabb játékot tudtunk már produkálni. Én megmondtam a srácoknak, igazából, hogy engem eredmény szempontjából nem érdekel egy mérkőzése ebben az évben, tehát tavaszi-őszi fordulóban, meg én azzal leszek elégedett, amit látok. Tehát, hogyha bizonyos dolgokat gyakorlunk, mint például a Nánásra is egy picit készítünk a védekezésükre, amit ott Ladányban csináltak, ugye egy nyitott falas védekezésen, szinte rengeteg labdát elvettek a 46 gólból, vagy 47 gólból, szerintem több mint a felét lerohanásból kaptuk, ezekre próbáltunk készülni egy picit, hogy miket lehet csinálni, hogy tudjuk ezeket kiküszöbölni. Én úgy gondolom, annak ellenére nagyon sok hiba fog csúszni szerintem a mai játékunkba is. Gyerekek félnek is ettől a magasabb színvonalú csapattól. Hát a bátorsággal meg, tehát nekik az a millió mérkőzés kell, amitől majd úgy bele fognak lendülni. Lényegében ők játsszák a OSB-t is, ők játsszák, itt 3 játékosom van a felnőtt keretből, aki nem serdülőkorú, az összes többi még serdülőkorú játékos. Akkor igazából kimondtad, hogy a kulcs, ennek a mai mérkőzésnek a kulcsa a számotokra, bármi is legyen a végeredmény, a bátorság lehet, mert hát ahogy mondtad, ezeknek a fiatal gyerekeknek nagyon nagy szüksége van arra, hogy minél több ilyen mérkőzést játszanak, hogy megedződjenek, megacélosodjanak.
így küldött pályára a fiúkat? Tehát azt mondtad nekik, hogy bátran, ügyesen játszanak, próbálják azt a játékot a pályára vinni, amit a legjobb tudások szerint tudnak, és akkor ne ijedjenek meg a Hajdúnánástól. Hát igen, valójában ez lenne a kulcs. Tehát itt most nem kell megijedni attól, hogy egy sokkal erősebb, rutinosabb ellenfél van fönt ellenünk a pályán. Igaz, hogy játéktudásban azért jóval alattuk vagyunk, de én úgy gondolom, hogy ezeket az alap dolgokat, amiket hétről hétre gyakorlunk, azokat azért meg lehet csinálni velük szemben, és igaz, hogy ha a Nánás nagyon oda fog figyelni a mérkőzésre, azért a mi tudásunk még azért jóval kevesebb az övékhez képest. Amit viszont nagyon szeretnék, meg nagyon elvánom a csapattól, hogy az icereket próbálj meg belövöldözni, mert azért én úgy gondolom, hogy a helyzetig eljutni, tehát az a nagyobb munka, utána meg az már egy, mit tudom én, tehát egy pár százalék, hogyha ezt így lebontjuk erre, hogy a egy az egyben, mikor ott marad a busra, lőjük be. De hát ez még mindig egy rutinnak a hiánya, mert a serdőbajnokságban is szinte olyan gyönyörű szépen kijátszuk a helyzeteket, megvan a helyzeteink, és rengeteg zicsert hibázunk. Tehát a zicsereink hibájának is a száma, tehát az is 10 és 20 között van egy mérkőzése, ami azért az elképesztő sok. Tehát azzal nem lehet meccset nyerni. Első perctől nagyon komolyan veszünk minket, jó, ebben a kora délutáni időpontban is megpróbálunk felébredni, és sokkal frissebben kezdeni, mint a múltkor. Jó, nagyon tedd a védekezés, Pista irányítja. És abból indulunk, olcsó gólokkal elhúzunk az elején. Gyerünk, gyerekek! 2-3! Lálás! Gyerünk, srácok! Ez igen! Ezek voltak tehát az edzői vélemények, nézzük a két csapat összeállítását. Kezdjük a sárga-feketébe játszó vendégekkel, a püspökladányiakkal. Egyessel Boruzs Barnabás, 16-ossal Tóth Lajos, 21-essel Pánti Bálint, 24-essel Csáti Dávid, 28-assal Szabó Dániel, 32-essel Faragó Sándor, 35-össel Máté Norbert, 18-assal Berec Dénes, 46-ossal Szentesi Dávid, 91-essel Sárándi Márton, 96-ossal pedig Pipó Patrik léphet majd pályára. Ugye itt a kapusok közül ki kell emelni, vagyis őket ki kell emelni. 91-essel és 96-ossal játszanak a kapusok. Az edző Kóti Győző a vendégeknél, a hajdunánási csapatnál pedig a szokásos felállásban láthatjuk majd a fiúkat a pályán, természetesen a két kapusunkkal, 1-essel Tormanta, 12-essel Reszegi Csaba, aztán 5-össel Ötvös Nándor, 7-essel Bancsó Károly, 8-assal Molnár Tamás, 10-essel Tupica Robert, 9-essel Szabó Attila, 11-essel Kelemen Zsolt, 14-essel Hadodi László, 4-essel Fehérvár István, 18-assal Harsányi Dávid, 19-essel Alföldi Máté, 3-assal Bodogán Péter, 2-essel Dankó József, 17-essel Nyakas Dániel, 13-assal pedig Szombati Gergő léphet pályára. Az edző a miénknél Madai Tamás, a mai mérkőzés két játék vezetője pedig Nyéki László, illetve Szilágyi József. Őket is nagyon sok szeretettel köszöntjük itt a hajdunánási városi sportcsarnokban, ahol a hajdunánási férfi kézilabda csapat ebben a mostani megyei bajnokságban a második hazai mérkőzését játssza. Az előző meccsen ugye a polgáriakkal találkoztak, és az egy nagyon egyértelmű körés történet volt. 37-16 arányban győztek a mieink a polgár ellen, a püspökladányiak pedig egy nappal később játszották le a saját fordulójukat, a hajdúszoboszlójakat látták vendégül, és csak 9 góllal kaptak ki a szoboszlótól, 31-22 arányban. Annak ellenére közben egy remek labdaszerzés után Ötvös viheti talán az első zicsert a kapura. Kár volt ezért a mozdulatért. Viszont ugye azt kérte Kóti Győző a csapatától, hogy próbáljanak meg bátran játszani. Hát Szentesi Dávid bátran is játszott, egy sárgalap az, amit ő ezért kiérdemelt, de egy olyan picikek is kontakt volt, és egy olyan picikek is technikai szabálytalanság, ami pont elég volt ahhoz, hogy kibillentse Ötvöst. Önmagában nem volt egy durva szabálytalanság, de az ittszer oda lett, és aztán utána a szabad dobásból kialakított helyzetet sikerült kivédeni a kapusnak. Egyébként Pipó Patrik kezdett a kapuban a püspökladánynál, tehát gyakorlatilag ezzel a püspökladány elérte a célját, és a másik oldalon pedig pont az a Szentesi Dávid lövi az első gólját a csapatnak, akiről az előbb értekeztünk, közben Bancsókot fogják meg remekül. Most nagyon jól védekezik a püspökladány, nem is oda, hogy Kóti Győző meg tapsolja a csapatát innen a pálya széléről. Szóval összességében véve azt kell, hogy mondjuk, hogy a püspökladány nagyon jól kezdte a meccset itt, 1 perc, 19 másodperc áll a kijelzőn, és eddig gyakorlatilag minden úgy történik, ahogyan azt ők akarták. Kelemen, megint egy szép védés Pipó Patriktól,
Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán már ez a Szoboszló elleni mérkőzés is azt mutatta, hogy azért fejlődik a Püspökladány, és szépen lassan lépdel előre, mert amikor először találkoztak a Szoboszlóval, akkor 38-15-re kaptak ki, aztán amikor mi először játszottunk velük, akkor 47 gólt dobtunk mi, és a Püspökladányiak otthon válaszként csak 6 találatig jutottak, úgyhogy ez a legnagyobb különbségű győzelme itt a megyei bajnokságban a hajdunállási férfi kézilabda csapatnak. Tehát összességében véve mindenképpen úgy látszik, hogy azért szépen lassan, de biztosan lépdel előre ez a Püspökladányi csapat, ahol egyébként borzasztóan fiatal a játékos keret. Ott a második gól, Csáti Dávid a gólszerző, ezzel 2-0-ra módosul az állás. Hát például Csáti Dávid 1997-es születésű, tehát ha most gyors fejszámolást végzünk, akkor 19 esztendős. Megvan az első hajdunánási gól is, mégpedig a mieinknél. Hadadi László lőtte az első gólt, ezzel reméljük, hogy kinyitotta a hajdunánási csapat gólzsákját. 2-1 arányban viszont vezet a Püspökladány. Szentesi. Aztán már Szabó próbálkozott, az ő lövését hárítottuk, és ebből lehet indulni. Ötvös, most már sokkal tisztább az itszer, viszont ezt sem tudta belőni Ötvös, Pipó Patrik túljár az eszén. Most ha már Pipó Patriknál tartunk, hát ő például 1996-os születésű, de zömében azért a csapatban 1997 és 2001 között született játékosok játszanak, tehát tényleg egy roppant fiatal gárdáról van szó. A másik oldalon most Máté Norbert próbálkozott, megint gyorsan jövünk előre, Fehérvári, hát őt ott nem fogják megfogni, és kiharcol egy 7 méterest Fehérvári István. Illetve lesz egy sárgalapos figyelmeztetés is, Máté Norbert kap sárga rapot a Püspökladányiaknál. És a megítélt büntetőt pedig Hadadi László értékesíti. Ezzel tehát 2-2 kiegyenlítettünk az első félidő negyedik percében. Visszatérve a bajnokságra, egyébként a Püspökladányiak jelenleg az ötfős mezőnyben az utolsó helyen állnak. Mind az 5 mérkőzésüket elveszítették. De ahogyan mondta Kuti Győző mesterük, hogy bizony volt azért egy-két olyan meccs, amikor nagyon-nagyon kevés hiányzott a sikerhez, többek között a Földes ellen, amikor csak 2 góllal kaptak ki 25-23-ra, de volt olyan mérkőzésük is, azt hiszem pont a Polgár ellen, amikor vezettek is még a félidőben, aztán 26-22-re kaptak ki csupán, úgyhogy tényleg alakul ez a csapat, ahogyan szokták mondani, mint pupos gyerek a prés alatt, viszont hát ilyen hibáik vannak egy labdavesztés után. Mi is. Nagy hibát követünk el, mégpedig Hadadi volt az, aki minden áronban csúkot akarta indítani, de hát ott volt a jobbján Kelemen Zsolt, esetleg őt kellett volna megpróbálni. Kifelé mutat a játékvezető, gyorsan elvégezzük a szabaddobást, Hadadi kapja a labdát, aztán beközépre Kelemennek, és ezt már Kelemen sem rontja el. Kelemen Zsoltnak az első gólja, a hajdunánási csapatnak a harmadik, és ezzel 3-2-re módosul az állás. És ha már a mi gólunknál vagyunk, akkor érdemes elmondani, hogy mi újság a tabellán, hogy a hajdunánási csapat eddig veretlenül vezeti a bajnokságot. 5 mérkőzésből 5-öt megnyert, dobtunk 197 gólt eddig, és kaptunk 102 darabot mellé. 10 pontunk van az 5 mérkőzésen, és ugye a legnagyobb rivális hajdúszoboszlóiakat is sikerült megverni. Ők vannak a második helyen, ők 5 meccsből 4-et megnyertek, egyszer verték meg őket, ugye ezek voltunk mi, és gyakorlatilag így van 8 pontjuk, ezzel a második helyen vannak. A harmadik helyen a Földes, a negyedik helyen a Polgár, az 5. helyen pedig a Püspökladány tanyázik jelen pillanatban. Fönn volt a játékvezető keze, de lépés miatt elvették a labdát, nem is igazából a passzív játék miatt. Ötvös, szép gól. Ötvös Nándornak az első találata, Ámbátor már nagyon sok próbálkozása volt, de ez végre utat talált a kapuba. Ezzel tehát 4-2-re módosul az állás az első játékrész 6. percében. És nem tudom egyébként, mondta Madai Tamás, hogy készültek egy figurára, amit szeretnének majd kipróbálni éles körülmények között is. Ugye egyre divatosabb egyébként a kézilabdában, és már nem csak a felsőbb osztályban és a jóval magasabb szinteken, hanem már mindenhol gyakorlatilag, ahol valamilyen formában mívelik ezt a nagyon szép sportágat, hogy egy-egy támadásnál lehozzák a kapust, és ugye mezőny játékost visznek be helyette. Remek védés most Reszegi Csabától, és lehet indulni előre. Megint ötvös találjuk meg, ott a bejátszás középre, de Dankóhoz nem jutott el a labda. Jól működött most a Püspökladányi védelem.
és megint egy jó védés. A kipattanót sikerül összeszedni, igen, Danko harcol érte, mutatja a játékvezető, hogy nem volt semmi, mehetünk tovább. Hadadi szépen tette oda Fehérvárinak. És Fehérvári István is feliratkozik a gólszerzők listájára. Ezzel 5-2-re módosul az állás. A 7. percben járunk az első félidőben. Szóval már nagyon sok helyen próbálják ezt a figurát alkalmazni, amikor támadásban a kapust lehozzák, és egy plusz mezőnyjátékost visznek be helyette. Így gyakorlatilag ugye létszámfölénybe kerül a támadó csapat, csak ebben nagyon könnyen benne van, vagy pontosabban, hát ami... De várjuk meg ezt az indítást, Danko. Nagyon szép gól. Megvan neki is az első találata, ezzel 6-2-re módosul az állás. Csak hát ugye ebbe benne van az, hogyha nem tudja a csapat pontosan és precízen játszani ezt a fajta támadójátékot, és elveszíti a labdát, akkor gyakorlatilag ugye üresen van a kapu, és kiszolgáltatott helyzetbe találja magát rögtön az a csapat, aki elveszíti a labdát. Éppen ezért kell ezt nagyon sokat gyakorolni, mert ennél a támadásnál nagyon fontos az, hogy góllal fejezzék be a támadást. Máté Norbert próbálkozott most a mi kapunknál, és akkor utána van idő lecserélni a plusz egy mezőnyjátékost is, visszahozni a kapust. Hogyha ezt nagyon jól és nagyon precízen tudja játszani egy csapat, akkor nagyon hatékonyan tud működni, és azért itt az alsóbb osztályokban olyan nagyon-nagyon sokan még nem próbálkoznak ezzel. Egyébként meg, hogy mennyire bele lehet esni egy gödörbe, azt nagyon jól példázza a Hajdunáles női kézilabda csapat legutóbbi hazai mérkőzése, amikor aztán tényleg ők megpróbálkoztak mindennel, de még ez sem működött akkor az orosháza ellen, úgyhogy erre nagyon figyelni kell. Ötvös közben önmaga második találatát jegyzi, a hajdunálási csapatnak pedig a 7., ha minden igaz. Igen, megjelent most már a kijelzőn is, 7-2-re módosul így az állás. Na nézzük most ezt a püspökladányi támadást. Mi lesz vajon a vége? Elrontották, és ebből megint lehet indulni. Fehérvári, Bancsó kéri bent középen. Már így nem jut el hozzá a labda. Kicsit maga mögé kellett Fehérvárinak visszanyúlnia. Bancsók. Na. Hogy lesz ez a támadás? Bancsuk mondja a figurát. Azért nagyon nem sietjük el ezt a támadást. Hadadi belövi ugyan a labdát, de már a síp megszólalt, úgyhogy ez a találat érvénytelen. És ugye itt megint egy olyan pontjához értünk a mérkőzésnek, ahol mindenképpen meg kell említeni azt, hogy arra nagyon figyelni kell, és erről nagyon sokat beszélgetünk pont a Polgár elleni mérkőzésen. Közben megint egy ötvös gól a püspökladányi kapuba. Szóval nagyon figyelni kell arra, hogy nehogy eltompuljon a hajdunálási csapat játéka, és most biztosak lehetünk abban, hogy egy nagyon nagy arányú hajdunálási győzelem születik, de senki ne gondolja azt, hogy bárkit is meg akar mondjuk alázni a hajdunálási csapat, és azért lő annyi gólt a gyengébb ellenfeleknek, mert hogy minden áron le akarja őket gyűrni és gyötörni, hanem leginkább azért, mert a hajdunálási csapatnak játszania kell a saját játékát. Nem azzal kell foglalkozni, hogy hány gólt lőd, hanem meg kell maradni a lendületnek, a dinamikának, a precizitásnak, annak a játékképnek, ami majd egy NB2-es szerepléshez kell. Hát Ötvös nem igazán szorította le ezt a lövést, úgyhogy a felső kapufáról vágódott le. Közben többen is melegítenek egyébként a hajdunálási pad mellett, úgyhogy valószínű, hogy Madai Tamás forgatni fogja a csapatot, és egyébként erre is utalt a felvezető beszélgetésben, hogy megpróbál ezen a mérkőzésen mindenkinek játék lehetőséget adni, és mindenkinek ugyanannyi időt a pályán. Megint jó a védés, de nem figyelünk a kifelé csorgó labdára. Ezt szedi föl Tóth Lajos, és Tóth Lajos így önmaga első találatát, a csapatának pedig a harmadikat jegyzi. Ezzel 8-3-ra módosul az állás, 12 perc játék után.
Bancsók. Hadadi. Hadadi még, át a másik oldalra, Bancsók, ő pedig a kapu oldalát találja el. Aztán jönnek a püspökladányiak. Szép bátor támadás volt, egyébként Szentesi nagyon pozitívan játszik, vagy legalábbis ő tényleg próbál ügyesen és bátran játszani. Ám Bátor most pont megfedi őt a edzője, hogy hát a lehető legmagasabb játékos támadja meg a falban, azért ne ott próbálkozzon már, mert ott a legnehezebb. Ez láb volt, észreveszik a játékvezetők, igen. Kelemennek a lábához ért hozzá a labda. Máté, aztán hátra teszi a labdát Szentesinek, és Szentesi lő egy nagy gólt. Erre a fiúra érdemes figyelni ezen a mai mérkőzésen. Bancsók, no, utat talál a lövése a kapuba. Hát ő sem volt vele maximálisan elégedett, és tényleg csak egy hajszálon múlott, hogy Pipó Patrik nem tudta kitolni ezt a labdát, de becsorgott a lábáról, és ez a lényeg, 9-4 arányban vezetünk, és közben gyorsan elveszíti a labdát a püspökladány, és közben gyorsan mi is elveszítjük a labdát, és már ők jöhetnek előre Pántizicerben. És Pántinak ez az első találata a mérkőzésen, ezzel 9-5-re módosul az állás, tartja magát azért a püspökladány. És hogyha az első meccsből indulunk ki, amit játszottunk, akkor összesen 6 gólig jutott a püspökladányi csapat. Hát most azért már ez az 5. találat. Hogyha jól látom, ez pedig egy nagy lövés, ami fölé ment, beleért mondjuk a kapus is. És talán önök is látják, hogy a püspökladányi kapunál közben egy védés, a felső kapufáról pedig kijön a labda, aztán Fehérvári, és ő belövi az itszer. Igen, megpróbálta a kapus még a lehetetlent, utána nyúlt ennek a labdának, és önmagát sem kímélve megpróbálta egy akrobatikus mozdulattal kitornázni a kapu torkából a labdát, de annyira szépen ejtette meg Fehérvári, hogy ezt onnan már nem lehetett azért kikanalazni. 10-5-re módosul az állás, és pont azt akartam mondani, hogy a püspökladányi kapu fölött van az eredményjelző, és annyira erősen tűz be a fény az ablakon, hogy nem igazán lehet látni, hogy mi van a kijelzőn, és pont azon gondolkoztam el, hogy nincs egyszerű helyzetben szerintem a támadó csapat sem, mert ezek a rossz fényviszonyok, ezek visszaköszönnek gyakorlatilag nem csak akkor, hogyha az ember a kijelzőre néz ott a kapu mögött, hanem akkor is, hogyha a kapura néz, és a támadó játékosnak meg nyilván ezt kell szem előtt tartania. Úgyhogy ez most így nem egy egyszerű dolog, a napnak a jelenléte nem túl jó a hajdunánási csapatnak a támadások alkalmával. Egy újabb püspökladányi gólt jegyezhetünk föl, és 14 perc, 30 másodperc játék után a püspökladány eljutott oda, ahová az egész mérkőzés alatt az első találkozó alkalmával, hogy már 6 gólos. Kelemen válaszol a másik oldalon, Kelemen Zsoltnak ez a második találata. Tehát én azt gondolom, hogy a püspökladány már most több gólt fog lőni, mint amennyit az egész mérkőzésen lőtt, amikor először találkoztunk. De mielőtt ezt tovább boncolgatnánk, nézzük meg, hogy mi lesz az időkéréssel, mert Kóti Győző hívja le a csapatát. Helyszem, hogy zavarom az hátom én, és próbáljunk már lefelé. Nem zavarom, felé tudunk tenni, ráállom szerintem az a zavarom, jó? Akkor amíg megbeszéltem, megcsináljuk, most a cserépont, akkor negyedén vagyunk. Megy akkor a csapat labda felé, Borogán Péter, az hátsó közében, és az az. Jó, amit csinálsz? Sok az a... Az előtt labda, ami rosszulóan elküzdél. Beledobáljátok a kapusba a labdát. Szépen megvannak a lövőhelyzetek, vállaljátok el. Te is vállald el, te is vállald el. Oké, beledobtunk a kapusba körülbelül eddig 8 labdát. Nem kiütő, ugye? Kértem, lőjétek a bátran sarkukat. Kapufa lesz, nem érdekel. Megfolyja a kapus, nem érdekel. Mellé megy egy picire, nem érdekel. Azt lőjed, a sarkot lőjed. Gyakoroljad, ne legyél betolva, koncentráljál ott, mikor fönn vagy a befejezésnél. A védekezésnél. Szépen tolódunk a labdával, jövünk a labda irányába. Nagyon jó. Mit hibázol? A beállóst ott hagyod? Egy hiba. A következő hiba mi? Hagyod a lövőt lendületbe jönni. Nem, ki kell lépni, föl kell vele ütközni. Próbál sánszolni. Jó? Gyerekek, nem azt mondtam, hogy tégy le, hanem ütközzél föl vele szembe. Ha elkésel, akkor meg add tovább a másiknak, jó? Sánsz legyen. Na, gyerekek, ugyanígy tovább, sokkal bátrabban, észre a befejezés. Hajrá, ketten! Hajrá!
Meg volt az időkérés, 11-6-ról folytatjuk tovább, és azt lehetett hallani itt Madai Tamáséknál is, hogy Nókar elérkeztünk az első negyedéhez a mérkőzésnek, úgyhogy átvariálja a csapatot, és szó szerint, ahogy szokás mondani, sorcserét csináltunk, minthogyha a jégkorongban játszanánk gyakorlatilag. Egyedül, aki már volt a pályán, a hajdnánásiak közül, az Dankó József, ő került most föl bal szélre védekezni, és mellette pedig Alföldi Máté, aki most éppen szabálytalankodik, védekezik ott a kettes védőhelyén, aztán Bodogán Péter is fölkerült a pályára, Szabó Attila, úgy látom a zavaróvédő, Tupica van még fönn a pályán, és mellette pedig Molnár Tamás, úgyhogy ez a mostani hajdunánási sor a pályán. Erre mondta azt Madai Tamás, hogy mindenkinek megpróbál ugyanannyi játék lehetőséget adni, és így már gyakorlatilag nem csak, hogy módosítottunk a pályán lévő játékoson, volt közben egy szabálytalanság, mégpedig Szabó Attila volt szabálytalan, ezért kap sárgalapot, tehát nem csak a játékosok személye változott a pályán, hanem változott a védekezés képe is. Kérdés, hogy erre vajon mit tud lépni, vagy mit akar lépni a Püspökladány erre az 5-1-es zavaró védekezésre. Egy biztos, hogy a közepét fentebb toltuk a püspökladányi csapatnak, és ott nem tudnak már olyan könnyű szerrel adogatni. Szentesi. Ebből 2 perc lesz, igen, lemaradt Alföldi az emberéről. Hát bármennyire is ő másképpen gondolja ezt a történetet, elment mellette Szentesi, és aztán ő már csak így tudott utána nyúlni, ez pedig szabálytalan. Ember hátrányban játszunk a mérkőzésen, ez az első kiállítás eleddig, ilyenre még nem volt szükség, csak sárgalapokat vettek elő a játékvezetők. Kicsúszik a labda a kézből, pedig Berec nem kapott egy rossz labdát, csak már nem tudta megjátszani. Na nézzük az első támadásunkat ezzel a sorral a pályán. Igaz, hogy ember hátrányban kell mindezt végigvinni, de én azt gondolom, hogy vannak olyan ügyesek és jók a srácok, hogy akár még így is meg tudják oldani. És hogy a rutin milyen sokat számít, Szabó Attila már föltette a kezét, hogy nyugi srácok, ne kapkodjátok el, építsük föl szépen ezt a támadást. Mi vagyunk ember hátrányban, hagyj teljen addig is az idő. És hát ebben is van igazság. Bodogán próbálkozott, de szabálytalankodtak ellene, ezért jön most megint szabad dobás után a hajdunánási csapat. Beközépre Tupicának a labda, Szabó Attilát fogják meg. És ad a játékvezető egy 2 perces kiállítást. Hát... nem tudom. Én nem fújtam volna be, de nem én vagyok a játékvezető. De ha nagyon akarja, azt is lehet. Úgyhogy most emberazonosság a pályán, és szűk 1 perc múlva mi leszünk ember előnyben majd, ha kiegészülünk. Szabó Attila. Megint ellene szabálytalankodnak. Mutatja a játékvezető, hogy nem jól és nem jó helyről végeztük el a szabaddobást. Bodogán, Tupica, Szabó. Szabó még, Tupica. El kell azt lőni valakinek, srácok. Bodogán, oly, de szépen kijátszottuk. Sakmat, erre szokták azt mondani, teljesen szétszedtük a védelmet, és fontos, hogy most nem ember hátrányban támadtunk, hanem ember azonosság volt, tehát gyakorlatilag ugyanazzal a létszámmal kellett védekezni a Püspökladánynak, mint amivel mi támadtunk, és így sikerült a védelmüket széthúzni. Persze ez még nagyobb fegyvertény lett volna, ha ember hátrányban támadunk, mert akkor ugye egy fő pluszba védekezett volna a Püspökladány. Máté próbálkozott egy lövéssel, ami... hát ha nem fúj bele a játékvezető, akkor bármilyen rossz is kimondani, utat talált volna a kapuba. Mert hogy Reszegi Csabát rendesen megtalálták, de megtalálták ezzel a következő lövéssel is, és megint Máté próbálkozott. Az előző Reszegi lábai között ment be a kapuba, ez viszont mellette. De ezt már meg is adta a játékvezető, mert nem fújt bele. Dankó, ő pedig nagyon szépen szélről, éles szögből megszerzi önmaga második gólját, a csapatának a 13. találatát, és 13-7-re vezetünk most. 26 másodpercig vagyunk még előnyben, mert mi már ugye kiegészültünk egy olyan 25 másodperccel ezelőtt, és most a püspökladányi kiállítás miatt mi már előnyben játszhatunk. Máté. Milyen kalabda, mutatja a játékvezető, és Szabó Attila van legelől, aki... be is lövi az itzert, ahogyan illik és ahogyan kell. Szabó Attila első találata ezen a mérkőzésen. Ezzel 14-7 arányban vezetnek a mieink. Egyébként, ha már a góloknál tartunk, akkor ezelőtt a forduló előtt torony magasan a hajdnánási csapat vezette a góllövő listát. Pontosabban a mi játékosaink, Ötvös Nándor, Haltodi László és Bancsó Károly. Ez az első három
összeállítása a dobogón. Ötvös Nándor 39 gólt lőtt 5 meccs alatt, Hadadi László 37-et, és Bancsó Károly pedig 31-et, ugye ők szintén 5-5 mérkőzést játszottak, és utána pedig nem meglepő módon egy szoboszlói játékos van, kerékgyártó József, a maga 29 találatával 4 mérkőzésen. Kicsit passzív ez a támadó játék, föl is emeli a játékvezető a kezét, és el is veszik a labdát. Hát azt kell, hogy mondjam, megyében sokkal jobban alkalmazzák a passzív játékot, mint ahogyan azt mondjuk az NB2-ben vagy az NB1B-ben szoktuk játszani, vagy látni játék közben, mert ugye időnként én már régen elvenném egy-egy alkalommal a labdát a támadó csapattól, míg nagyon sokszor a játékvezetők meg engedik tovább annak ellenére, hogy fönn van a kezük, de utaltam már erre, és igazából nehéz is megfejteni, hogy hol lehet az igazság, mert ugye a játékvezetője válogatja, hogy mi is a passzív játék. Ha fölteszi a kezét a játékvezető, és változik a játéknak a képe, tehát aktívabbá válik a támadó csapat, támadja a falat, kapura tőlő játékot mutat, akkor akár még 4-5-6 passz is beleférhet a támadó játékba. De ugyanakkor pedig van, aki azt mondja, hogy 3 passz, és addig nem változik semmi. Hopp, ez már így szabálytalan volt Szabó Attila részéről, Tupica próbált ott a helyet csinálni neki. Tehát, hogyha nem változik a játék kép, akkor 3 passz után meg el kell venni a labdát. Na hát ezt sokszor sokféleképpen alkalmazzák a játékvezetők. De tényleg emiatt nehéz is megítélni, hogy mi lehet az igazság. Ember hátrányban a püspökladányi alakulat, és marad náluk a labda, mert mi voltunk szabálytalanok. Szentesi megint lő egy gólt, amit nem ad meg a játékvezető, mert hogy a szabálytalanság miatt már belesípolt. De Szentesi azért még a szabaddobás mellé szeretett volna egy 2 perces kiállítást is. Azért ezt megkérdezte a belső alapvonali játékvezetőtől, hogy esetleg szépen kijátszottak minket, és bárhonnan nézzük, ők vannak ember hátrányban, és ennek ellenére, ha már az előbb azt mondtam egy hajdunánási gólnál, hogy sakmat volt a püspökladányi védelem, hát akkor most bennünket is hazavágtak. De ugyanakkor mi is megmutatjuk a másik oldalon, hogy mit tudunk. Molnár, nagyon szép befejezés volt. Ezzel 15-8-ra módosul az állás, ha jól látom, mert mondom, ettől a erős napfénytől gyakorlatilag kicsit nehézkesen látszik a kijelző. 26 másodpercig vannak még hátrányban a püspökladányiak, akik most kapust cseréltek. Boruss Barnabás az, aki beállt Pipó helyett a kapuba. Megint egy támadó szabálytalanság, egy technikai hiba, és ebből jöhetünk előre. És ha már beállt Boruss a kapuba, akkor egy nagy védéssel mutatkozik be. Alföldi próbálkozott nálunk. Ezt hárította remekül. A 23. percben járunk az első félidőben. 15-8-ra vezette át a hajdunánási férfi kézilabda csapat. És hogyha egy kicsit úgy összegezni kell itt az első félidő vége felé haladván, akkor azt gondolom, hogy minden dicséretet megérdemel a püspökladány, mert nem tudjuk, hogy mennyi volt a félidei eredmény akkor, amikor először találkozott a két alakulat a vendégeink otthonában, de biztos, hogy akkor már legalább ilyen 21-nehány góllal vezethetett a hajdunánási csapat. Nagyon rosszul ért a földre szegény Szentesi, ha jól látom. Igen, jól van, nincsen semmi gond, csak látványra meg hangra volt ez nagy. Azért most nézem, éppen Szentesi csak elhúzta a szája szélét, nem lehetett kellemes ez a földetérés. Máté. Szóval ehhez képest megvan a labda? Igen. Na és így ki a miénk. Szóval ehhez képest azért sokkal jobban tartja magát a püspökladány. Alföldi. Bodogán. Vahid, de szép testcsel volt. És aztán a hosszúba be is vágja. Bodogán Péternek ez a második gólja. Ezzel 16-8-ra módosítja az állást. 8 gól a hajdunánási előny. A 25. percbe léptünk át az első félidőben. Csáti. Aztán Máté.
le a bal oldalra, Berectől jött vissza a labda, megint Berec. Nakit talál meg, mert most mindenkit lefettünk védekezésben, nem igazán volt kinek passzolni, éppen ezért is tudjuk elcsenni a labdát, Bodogán visszateszi Dankónak, ott az Itzer, és Dankó pedig annak rendes módja szerint be is lövi, ez a harmadik találata, a csapatának pedig a 17. Na hát most beindult a hajdunánási gólgyártás, kérdés, hogy itt a hátralévő 5 perc és 20 másodpercben meddig jutunk. És most mintha összeállt volna ez a védekezés is, mert ugye azzal, hogy komplett sort cseréltünk, gyakorlatilag mintha a védelmünk még egy picit lyukas lett volna, de mintha most kezdenék a fiúk megtalálni a megfelelő helyet és ritmust és lendületet, megint Szentesi az, aki elszenvedi azt a néhány év rutint, amivel Szabó Attila előtte van. És támadó szabálytalanság, hibára késztetjük az ellenfelet, lehet indulni előre. Alföldi, Bodogán, lendületből jövünk, már fölálltak a labdányiak, így de nagy lövés volt, és jó helyre lőtt Bodogán, de figyelt Boruzs. Úgyhogy ebből nem sikerült most gólt elérnünk. Egyébként 22 éves Szentesi a vendégeknél, és hát Szabó Attila pedig szerény számításaim szerint azért nem akarom megbántani, hogy elárulom így a dolgokat, de hát azért a 37. környékén jár, úgyhogy tényleg van köztük néhány év különbség, na meg hát hatalmas rutinbeli különbség. Dankó hiába fordult egyedül a kapu irányába, azért még csak kinézett bal oldalra, hogy jön-e mellette valaki, aki esetleg még jobb helyzetben van, akinek esetleg oda tehetné a labdát, aztán látta, hogy egyedül van, úgyhogy annak rendes módja szerint be is fejezte ezt a támadást, és góllal fejezte be. 18-8, elkezdett nyílni az olló. Éppen most dicsértük meg a püspöklelányiakat, hogy milyen jól tartják a lépést, meg magukat, és aztán már is úgy tűnik, hogy lehet, hogy eddig tartott ez a lendület, mert már 10 góllal vezet a hajdunánási csapat a 27. percben az első félidőben. És Szabó Attiláig középen nagyon jól védekeznek, tehát ez a Tupica, Szabó, Bodogán hármasod bent, ez nagyon jól működik, és maradunk az 5-1-es zavaró védekezésnél, tehát Szabó Attila továbbra is kilép, Szentesi, aztán Máté le az oldalra, és kicsúszik a labda itt a szélen Berec kezéből, így aztán jöhetünk előre. Bodogán, gyorsan, lendületesen jövünk, Alföldi, nagy lövésnek benne a helye, ahogy a fiúk szokták mondani, Alföldi Máténak ez az első gólja. És ugye azt Kóti Győző is elmondta, hogy az első mérkőzésen, amikor a két csapat találkozott, a legrosszabbnak azt látta ezen a meccsen, hogy nagyon sokszor elveszítették a labdát a fiai a mi kapunk előterében. Ebből ugye a hajdunánás a labdaszerzés után gyorsan indult, és ilyen gyors lerohanás gólokkal gyakorlatilag nagyon sok találatot értünk el, és nagyon hamar eldöntöttük annak a mérkőzésnek a sorsát. Most e tekintetben voltunk egy picit másabbak ezen a mérkőzésen eleddig, mert hogy annyira nem működött ez a dolog, és azért sokkal precízebben és pontosabban fejezték be a ladányiak is a támadásaikat, így aztán több gólt is értek el már most, mint amit az egész meccsen lőttek akkor. Viszont úgy tűnik, hogy elkezdett visszaállni a világrendje, és az egy dolog, hogy jól védekezünk és megszerezzük a labdát, de utána próbálunk nagyon gyorsak, lendületesek és dinamikusak lenni, és szegény püspökladányok pedig próbálnak nagyon gyorsan visszarendeződni, de nem mindig sikerül ez nekik időben. Viszont most lőnek egy szép gólt, Szabó Dániel volt eredményes, Reszegit elküldték az egyik oldalra, a labdát meg ellőtte a másik oldalra a gólszerző játékos, ezzel 19-9-re módosul az állás, ha jól látom a kijelzőn. Tupica próbálja megfogni az emberi Csátit, és igaz, hogy Csátit ki tudta tolni, de még ő jól passzolt, csak utána nem sikerült itt szélen Berecnek gólt szereznie, mert belépett. Elvégezzük az oldaldobást közben már. Szabó Attila mondja a figurát. Alföldi, Szabó. Öt jobb, bármit is jelentsen ez. Bár egyszer egy utazásunk alkalmával még az NB1B-ben Szabó Attila elővett egy négyzetrácsos füzetet, és amit valamikor még ifista korába kezdett el írni, amivel le voltak írva azok a játékrendszerek, amiket a hajdunánási csapat használ,
és akkor megpróbált nekünk ott egy gyors talpalót tartani hirtelen abból, hogyha bemondják, hogy mondjuk 5-1 vagy valami hasonló a figura számát vagy elnevezését, akkor az mit is fog jelenteni. Hát bevallom őszintén, nem sikerült megtanulnom maradéktalanul ezeket a dolgokat, de precízen pontosan Szabó Attilának egy négyzetrácsos füzetben minden le van írva, amikor még ifjú és szorgos időszakát élte, akkor így állt hozzá a kézilabdához. Szépen precízen pontosan vezette a dolgokat. Na de félretéve a viccet, nézzük ezt a támadását a Püspökladánynak, amely lassan elvész a passzivitásban, fölteszik a játékvezetők a kezüket, de még ez a nagy védés kellett, mert ebben a pillanatban vége az első játékrésznek, és azért nagyon jó az, hogy kapott gól nélkül tudtuk ezt a támadását megfogni a Püspökladánynak, vagy ezt a támadását túlélni a Püspökladánynak, mert nagyon jól támadtak, és bizony ez egy nagyon-nagyon jó lövés volt. Szerencsére pont középre ment, Reszeginek sikerült megfogni, úgyhogy marad a 19-9 a kijelzőn, 30 percnyi játék után, tehát egy 10 gólos előnyt épít ki a hajdunánási csapat, és jön majd a második játékrész, ahol természetesen biztosak lehetünk benne, hogy sok-sok szép gólt fogunk még látni. Ez volt tehát az első félidő, most elmegyünk egy rövid szünetre, aztán jövünk vissza hamarosan a második játékrésszel. Te is a Nánási Foci Suli nagy családjának a tagja.
A kacsájukokat Dávid mindenképpen befordul, és a két dálóval megcsináljuk. Kettesben próbálj meg ott azzal a gyerekkel, azt tudod átlőni, meg innen. Próbáld kitolni, próbáld befelé terelni a Pista felé, jó? Na gyerünk, gyerünk! Megvárj, Matila! Jó, gyerünk, ketten! Hamarosan kezdődik a második félidő, 19-9-es hajdunánási vezetéssel folytatjuk a Püspökladány ellen a megyei bajnokságban. Már a második körben vagyunk, mert ugye háromszor találkozik mindenki mindenkivel, és a hajdunánási csapat a Polgárral nyitotta meg gyakorlatilag ezt a második kört, most pedig jön a Püspökladány, vagyis hát pontosabban nem csak hogy jön, hanem már itt vagyunk a püspökladányi meccsen. És az első félidőben ugye a negyedénél az egész mérkőzésnek a 15. perc környékén lecserélte Madai Tamás a komplett csapatot, és felküldött egy másik garnitúrát, és jelezte, hogy mindenkinek megpróbál majd ugyanannyi játék lehetőséget adni, így aztán most a félidőben megint megforgatta a csapatot, Fehérvári, és megint vannak új játékosok a pályán, közben kimarad az első lehetőség, az első nagy zicser a második játék részben. Szóval megint megforgatta egy picikét a csapatot, bár vannak olyanok, akik visszajöttek a kezdő alakulatból, na ötvös nem tudja összeszedni a labdát, de azért vannak olyanok is, akik eddig még nem voltak a pályán, többek között például Nyakas Dániel, illetve mellette ott van 18-assal Harsányi Dávid, ő sem játszott még a mérkőzésen, és gyakorlatilag, ha jól látom, a többiek azok mind azok, akik az első negyed órában játszottak a csapatban, a kapuban pedig szintén változás, Reszegi Csaba vitte az első félidőt, a második játék részbe pedig Torma Antal állt be, úgyhogy így kezd a hajdunánási csapat, míg a Püspökladánynál értelemszerűen, mivel azért náluk sokkal rövidebb a kispad, így ugyanaz az alakulat vág neki a második játék résznek is, mint aki az első félidőben játszott, az első lövés Torma lehúzza, úgyhogy kimarad az első lehetősége a vendégeknek is. Még Harsányinak sikerült tovább passzolnia, és ez mindenképpen nagy fegyvertény volt, mert nehezen tudta összeszedni a labdát, egy picit el is vitte őt a lendület, egy picit azért meg is fogták, rá is tartottak, és így ilyen körülmények között kellett neki azért még egy lehetőleg jó paszt összehozni, hát helyel közel sikerült is neki, úgyhogy ez a lényeg. Hiszen gól lett a támadásból, így aztán megvan az első találat a mérkőzés második fél idejében, 29 arányban vezetünk, és Harsányi szerez labdát, ebből pedig Fehérvári mehet előre, és az itszer pedig Fehérvári István szépen be is lövi. A harmadik találata neki, a csapatának a 21. ezzel 21-9-re módosul az állás, és a második fél időben valahol ott a vagyis pontosabban az első játék részben valahol ott a 20. perc környékén dicsértem meg nagyon a püspökladányi csapatot, és onnantól megváltozott a meccs képe, teljesen más arcát mutatta, közben egy 2 perces kiállítás, Harsányi Dávidot küldi le a játékvezető, és hát ugyanazért, mint amiért az első fél időben Alföldi Mátét, mellette is elment az ember, és már csak utána tudott nyúlni, ugyanígy járt Harsányi is, ezért jár a 2 perces kiállítás. És ugye ott az utolsó 10 percben az első félidőben összeállt a hajdunánási védekezés, gyakorlatilag nem tudott átjutni rajta a Püspökladány, és elkezdtük szórni a gólokat, és elkezdett kinyílni az olló a két csapat között. Szabó Dániel közben a gólszerző a vendégeknél, és akkor alakult ki az a 10 gólos különbség, amely most ugye éppen 11 gólos, de már volt 12 is, és úgy látom egyébként a második félidőben ott folytatjuk, ahol az első játék részben abba hagytuk. No, akkor változtatott Püspökladány is, álljál pattan a labda ötvöstől, majd a következő támadásnál elmondom, hogy mi történt, közben pedig egy kiállítás, Szentesi ellen szabálytalankodunk, és ötvös Nándor az, akinek le kell mennie a pályáról, ezzel pedig 2 ember hátrányba kerülünk. Ez a harmadik 2 perces kiállítás a mieinknél, egy volt a másik oldalon, úgyhogy összesen 4 2 perces volt eddig a mérkőzésen. Szentesit küldte le a játékvezető a vendégeknél. Nekünk pedig most föl van adva a lecke, hogy védekezzünk. 2 ember hátrányban. Eddig jól tolódik a védelmünk. Ki a szélre, még össze tudta szedni a labdát. Berec nem, csak én gondoltam, hogy igen, a játékvezető mutatja, hogy a kapusnak tessék visszaadni a játékszert. És az előző támadásnál pont azt akartam mondani, hogy emberfogásra kiálltak védekezésben a püspökladányiak, vagyis hát egészen pontosan egy játékosunkat vették ki a játékból.
és mondom, majd erre visszatérünk a következő támadásnál, de hát azért bátok a fogyottál, mert kettős ember hátrányba kerültünk, és így aztán már a Püspökladány is egy másik védekezést választott. Hadadi lövése nem talált utat a hálóba, viszont elcsenjük a labdát, Fehérvári, ó! Mekkora csel volt Fehérvár Istvántól, bemutatott oldalra, rezzenéstelen arccal, hogy majd leteszi a mellette érkező játékosnak, és a védő ezt el is hitte, aztán Fehérvári pedig ezután a kis bemutatott passz után tovább vitte inkább a labdát, és így megszerezte ő magának a negyedik találatát, a hajdunánási csapatnak pedig a 22-et. Ezzel 22-10-re módosul az állás, 12 góllal vezetünk, és egy kiállított játékosunk már visszajöhetett, de még mindig ember hátrányban vagyunk, becsorog, megadja a játékvezető. Akkor pedig a gólszerző Szentesi Dávid, ha jól láttam. Na nézzük, akkor most, hogy még mindig emberhátrányban játszunk, és csak egy fő hiányzik, Hadadit kiveszik a játékból, ugye az előbb pont erre utaltam, és ezt próbáltam elmondani, de nagyon gyorsan pontot teszünk itt a dolgok végére, mert Fehérvári balszérről, ahol egyébként úgy nagyon ő nem szokott játszani, szerez egy szép gólt. Ez a 23. találat, és emberhátrányban lőttük a gólt. 23-11 így az állás, és megvan a 12. ladányi gól, Máté Norbert. A gólszerző egyébként a vendégeknél, gyorsan jövünk előre a középkezdés után. Szép gól volt ez Mátétól egyébként. Le a szélre, ötvös, éles a szög? Nem! Megoldja ötvös Nándor! ...24-12. Gyorsan potyognak most a gólok. Hogy említettem, hogy 6 gólig jutott a Püspökladány ellenünk az első meccsen, most már 12-nél tart, tehát dupla annyi gólt lőttek nekünk, mint az első találkozó alkalmával. És azoknak mondanám el, akik esetleg nincsenek itt velünk az első percektől kezdve, hogy azzal kezdtem a közvetítést, hogy nagyon sokat fejlődött ez a Püspökladányi csapat azóta, amióta legutóbb találkoztunk. Közben Fehérvári a leggyorsabb a mieink közül, gyorsan ment előre a labdaszerzés után is, így aztán őt játszották meg a mieink, Fehérvári pedig belövi a 25. találatát a hajdunánási csapatnak. Szóval azzal kezdtem a közvetítést, hogy azóta nagyon sokat változott és fejlődött ez a Püspökladány. Többek között a Szoboszlónak a dolgát nehezítette meg az előző fordulóban, pedig a Szoboszló is nagyon könnyen túllépett rajtuk akkoriban. És azért nekünk is dupla annyi gólt lőttek, mint az első találkozón, tehát ez mindenképpen előrelépés. Közben egy jó védés Tormától, Csáti próbálkozott a vendégeknél. Van induló ember, de gyanítom nem játsszuk meg, igen. Aztán Hadadi, mire megpróbálkozott volna egy lövéssel, addigra Madai Tamás időt kér. Ide megy akkor a smiley-t, egyes-kettes közé beállóba, és ott maradsz fixen beállóba, és megpróbáljuk a... Hármasról fogsz állni, amit megszélni, hármasról zársz a kettesen, mindenképpen a lacikának. Ha van csokolcsi, fog felmenni irányítóba, lejön a Normanti, és akkor, amikor megcsináltad azt a kizártad a gyereket a hármasról a kettesen, akkor tesz, indulsz meg és szalasz lefelé, és változsz szalat. Jó? És megnézzük így, hogy ezt a játékot, a 2-3 támadást gyakorlatilag bosvacik adat. Az itt ebben volt. Madai Tamás és Kóti Győző is elmondta a saját gondolatait a csapatának. Ugye nem tudom, hogy Madai Tamás vajon miért kérhetett időt, de oly nagyon nem rendezi át a társaságot. Helyjel közel mindenki ugyanott van a pályán. Egyedül talán... de nem. Aha, két beállóssal játszunk és leosztuk a kapust. Dehogy nem rendezte át a csapatot. Alföldi
Nagyon nagy gólt lő Alföldi Máté. No, itt van az, amire már az első félidőben utaltam, ugye akkor említettem, hogy Madai Tamás mondta, hogy majd megpróbálnak egy ilyen trükköt megjátszani ezen a mérkőzésen, tehát hogy lehozzák a kapust, és felvisznek helyett egy mezőnyjátékos, tehát hogy plusz egy fővel tudjunk támadni a felállt fal ellen. Ez volt az első momentuma ennek a sztorinak, és ilyenkor ennél a játéknál két beállóssal játszunk, úgyhogy valószínű ezért hívta le a csapatot Madai Tamás, hogy át akarta rendezni, és akkor innentől kezdve ebben a játékrendben fogunk majd támadni. A kipattanó a miénk, most nem jön le Torma a kapuból, miért is jönne, hiszen gyors labdaszerzés után jött a lerohanás, csak Nyakas nem tudta jól átvenni a labdát, és akkor ugye most van az a pillanat, amikor viszont már felállt fal ellen kell támadnunk, le is hozták a kapuból Torma Antit, és helyette pedig feljött nálunk egy mezőnyjátékos, és Harsány, illetve Fehérvár a két beállósunk ilyenkor, és két beállóssal ugye ilyenkor jobban lehet csinálni a helyet a lövő játékosoknak. Ájj, Bancsók elrontotta, és jöhetnek előre a vendégek, és Torma még visszaér! Hát ezt mondtam, amikor az első félidőben utaltam erre a játékrendre, hogy ebbe az a nagyon-nagyon veszélyes, hogyha elveszíti a labdát a támadó csapat, aki lehozza a kapusát, akkor a védekezők ugye üres kapura támadhatnak, és akár egy ilyen hosszú lövéssel be is lehet lőni az üres kapuba a labdát. Ezt próbálta most meg a Püspökladány, de Tormának még éppen sikerült visszaérni az utolsó pillanatban. Hadadi, nem találjuk meg Fehérvárit? Hát, böcsületére legyen mondva Fehérvárinak, hogy amit lehetett, megtett. Ez a lövés pedig a kapu mellé megy, de nem tudott kapuba találni. Sárándi Márton egyébként a vendégeknél most a kapuban, ő még nem jutott szóhoz, a második fél időben ő kezdett, és ő próbálta meg kapura tenni a labdát a mi üres kapunkra. Szóval én azt gondolom, hogy most minden egyes részét láthatjuk ennek a támadó játéknak, mert Alföldi nagyon szépen gólt lőtt, Hadadi nagyon szépen gólt lőtt, de volt olyan is, amikor elveszítettük a labdát. Most ugye látszik, hogy amíg kijön a labda a kapuból a középkezdéshez, addig van annyi időnk, hogy a plusz mezőnyjátékos lemegy, és a kapusunk pedig visszamegy a helyére. Ilyenkor minden nagyon-nagyon jól működik, de ha labdát vesztünk, akkor már nem egyszerű a történet. Ezért érdekes és szép ez a játékrend, amely egyébként borzasztó nagy labdabiztonságot, nagyon-nagyon pontos technikai megoldásokat követel, nagyon precíz támadó játékot, és egy nagyon-nagyon gyors visszarendeződést attól a csapattól, amely alkalmazza. És ahogy említettem is az első fél időben, egyre több csapat próbálja ezt elővenni, nem csak magasabb osztályban és felsőbb szinteken, hanem már itt a megyei bajnokságban mi is megpróbálkozunk ezzel, sőt NB1B-ben ugye a hajdunánesi hölgyek is próbálkoztak már ezzel, bár mondjuk az Orosház ellen nem jó példa, mert pont nem jól működött a dolog, közben megint egy labdaszerzés, ebből lehet gyorsan indulni előre. Aj, mekkora kapufát lőtt Ötvös Nándor, de hát nem panaszkodhatunk, már 5 találatnál jár egyébként Ötvös. Szóval érdemes gyakorolni ezeket a dolgokat, mert én azt gondolom, ha vissza tudunk jutni az NB2-be, és bízunk benne, hogy így is lesz ez, most így első nekifutásra a megyéből, akkor sok mindenkit meg lehet ám lepni egy ilyen sztorival. Közben kapust cserélnek a vendégek, Pipó Patrik megy vissza a kapus pozíciójába, aki nagyon jól védett egyébként az első játék részben, és egyébként szerintem neki is köszönhető volt az, hogy olyan jól tudta tartani magát a Püspökladány. Alföldi, Bancsó kicsit nehezen tudta lehúzni, áj, és aztán a felső kapufa nagyon-nagyon lepattintotta a labdát. Segített most a Püspökladányiakon. És elnézést, nagyon sokáig ismertettem ezt a játékrendet, mint valami oktatófilmben az elmúlt percekben, de mindig jó látni valami újat, valami érdekeset, ami kicsit azért színesebbé teheti a játékot. És jó az, amikor egy ilyen nagyon komoly játékrendet kipróbál egy hajdunánási csapat is. Megint egy jó védés, és megint a kipattanóval van gond, de aztán megoldja az ismétlést is a hajdunánási kapus, Bancsók. Azt akartam éppen mondani, hogy hát őt ott nem fogják megfogni, de Pánti Bálintnak azért majdnem sikerült. És közben a játékvezető megállítja az időt, mert hogy ott törölni kell a mi kapunk előtt, még az előző szituáció után, amikor a kifelé csorgó labdát sikerült ott felvenni középen a Püspökladányiaknak. Hát törlés az úgy azért olyan nagyon nincsen, de a kézilabda pályára használatos cipők talpával sok mindent meg lehet oldani. Többek között például ezt is, hogy a nedvességet azért valahogyan szétoszlassuk a felületen.
aminek köszönhetően az könnyebben szárad, így aztán vala száraz pálya, és lehet folytatni, a játékvezetők is így döntenek. 28-12 az állás, úgyhogy 14 góllal vezetünk, bocsánat, 16 góllal vezetünk most. Jól védekezünk, nem nagyon találják most a részt a vendégek. Csáti tette oda Máténak, és Máténak kell aztán megszelídíteni a labdát. Csáti, fönn a játékvezető keze. Szabó, és beakad ez a lövés. Szabó Dánielnek a harmadik gólja, 28-13. Alföldi, most nem hozzuk le a kapust? Már kinézett egyébként oldalra Torma, de mégiscsak. És akkor jön Harsányi második beállósként. Egyébként régen, és bocsánat, hogy még mindig visszautalok erre a játékrendre, a plusz egy mezőny játékosnak föl kellett venni egy megkülönböztető ruházatot, tehát megkülönböztető jelzéssel kellett ellátni őt, viszont ugyanon már eltörölték ezt a kitételt, de kérdéses volt, hogy ez most mennyire vonatkozik a megyére, vagy mennyire nem, itt kell-e még, nem kell-e még, úgy igazán nem tudta senki eldönteni, aztán azt mondták, hogy hát végül is, ha már úgy vonatkozik mindenhol mindenkire, akkor miért ne vonatkozna a megyei bajnokságba is, mert annak ellenére, hogy a kézilabda egy és oszthatatlan, annak ellenére azért mégiscsak vannak eltérések, mondjuk a megyei kiírásban, ahhoz képest, hogy egy-egy bajnokságot hogyan bonyolítanak le, közben pedig gyorsan a kihagyott zicser után, amit remekül védett a püspökladányi kapus, elvégeztük a oldaldobást, és Bancsók jól játszotta be a labdát, Fehérvári pedig a hetedik gólját szerzi, és hogyha a számításaim pontosak, akkor ő a legeredményesebb hajdunálási játékos ezekben a pillanatokban. Szép csel volt! Ó! Berec. Ez szépen megoldotta, becsapta a védőjét, és aztán még Tormát is a kapuban. Hadadi lövését pedig Pipó hárítja. Mondom én, az első fél időben is nagyon jól játszott, és nagyon jól védett Pipó Patrik. Úgy tűnik, hogy a második fél időre is átmentette a formáját. 30-14-re módosul az állás. Csáti. Aztán Szabó, Csáti. Máté. Máté kapja vissza, Csáti, Szabó, a belső hármas már megvolt, aztán kikerül Szére Berechez. Na, mi lesz a vége a támadásnak? Máté még, ő fogja ellőni, igen, ezt meg is szelídíti Torma a kapuban, és ebből pedig gyorsan próbálunk előre jönni. Alföldi, Hadadi, azt ő onnan ellövi bizony. Hadadi Lászlónak a negyedik találata ez a mérkőzésen, ezzel pedig 31-14-re módosul az állás. A 16. percben járunk egyébként a második fél időben. És püspökladányi támadás ezekben a pillanatokban és percekben. Nézzük, hogy vajon mire jutnak a püspökladányiak most a támadásban. Berec, ő teszi át a másik oldalra, és aztán Szentesi az, aki gólt szerez. Szép találat, szép lövés volt Szentesitől, mi pedig nagyon gyorsan válaszolunk rá a másik oldalon. Alföldi a gólszerző nálunk. Szentesi, ő kapja vissza a labdát, aztán Szabó, Csáti, de bocsánat, Máté és Csáti volt a labda útja. Máté Norbertre rontottunk rá gyorsan.
ezért volt a szabad dobás. A Berec most átkerült a bal oldalra, a jobb oldalon meg jobb szélen Szabó Dániel tűnt föl a vendégeknél. Egy picit a Kokóti Győző is átrendezte a csapatát. El kellett lőni, mert passzív volt. És Csáti Dávid ezt szépen meg is oldotta. 32-16, hogyha jól látom a kijelzőn. Még mindig nagyon-nagyon nehéz egyébként eligazodni a számokon, amik látszanak a kijelzőn, mert pont hátulról az üvegfelületeken besüt a nap, és annyira nagy az ellenfény, hogy nem nagyon lehet látni a kijelzőt. Bodogán, most megint változtatunk a csapaton, Kelemen is Bodogán az új ember, Bodogán pedig lő egy nagy gólt. Bodogán Péternek ez a harmadik találata a meccsen, és a 33. a hajdunálási csapatnak, a 18. percben járunk a második félidőben. Molnár védekezik Berec ellen keményen, ezért a szabad dobás. Faragó indítja útjára a labdát. Na nézzük, Szentesi. Berec. Benne van azért a fineszesség a fiúkba. Ezt most megint megoldották szépen Molnár. Még sikerült begyűjteni a labdát. Molnár, aztán őt fogják meg. Szegény Szombati volt az, aki igyekezett még valahogy Molnárnak a gyors lendületes passzát valahogy begyűjteni, de megoldotta, úgyhogy maradtunk ott a kapu előtt. Most éppen Bancsók mutatja a fiúknak, hogy álljatok meg, ne kapkodjunk, ne rohanjunk. Építsük föl szépen ezt a támadást. Bancsók, Kelemen, Bodogán, kiesik a kezéből a labda. És lehet indulni előre, amit Kelemen, mondom én, hogy lefülel, de aztán még meg kell valahogy szelídíteni a labdát. Molnár, ott az ittszer. És Molnár Tamás be is lövi a gólt, ez a második találata. Vagy pontosabban be is lövi az ittszert, vagy a labdát. A gólt azt nehéz belőni, mert ha belőtték az ittszert, abból lesz gól. Úgyhogy a lényeg ez a 34. találata a hajdunánási csapatnak. És 17 góllal vezetünk most ebben a pillanatban. Na hát Berec feltűnt a jobb oldalon, feltűnt a bal oldalon, most feltűnt középen az irányító pozícióján. Ő a több funkciós játékos a vendégeknél. Az elő pedig bal szélen nagyon szépen oldotta meg a dolgát. Láb volt, úgyhogy ezért vett el a játékvezető. Kelemen, Bancsók kinézett balra, mutatja is Bodogán, hogy bocs, tudom, engem kerestél, de nem voltam ott, ahol lennem kellett volna. Bancsók, na most Bodogán, Bancsókhoz vissza. Kelemen, kiesik a labda a kezéből, de mutatja a játékvezető, hogy szabálytalanság volt, úgyhogy marad a labda nálunk. Tupica végzi el a szabaddobást, Molnár, Kelemen, Bodogán, ellövi. Eléggé keményen eltalálta a kapust. Gyorsan Szentesihez jut a labda. És Szentesi Dávid pedig a 6. találatát jegyzi. Ezzel 34-18-ra módosul az állás, azt hiszem. Bodogán. Bancsók, Kelemen. Bancsók. Bodogán, Bancsók, Kelemen. Na, mit akarunk kihozni ebből a támadásból, mert most olyan kicsit olyan inaktívak lennénk itt a kapu előtt. Na így, ez mondom én, igen. Tupica nem is hiába mutogatott, mert hátulról fogták és húzták lefelé két kézzel. A Faragó volt egyébként a szabálytalan, le is küldte a játékvezető. Hát egyébként megvédve az alapvonali játékvezetőt, ő ott belül tényleg nem láthatta egyébként ezt a dolgot. Úgyhogy ezért kellett a kinti játékvezető. De akkor meg ez 7 méteresnek kellene lennie. De ezek szerint akkor ezt csak én szeretném így. Azt mutatják a játékvezetők, hogy a szabálytalanság ténye kétségtelen, a 2 percet megadták, és elégedjünk meg ennyivel. Berec, őt fogják meg ott a mieink. Csáti. Le a jobb oldalra, Csáti kapja vissza, Berec, Szentesi, aztán a bal oldalon Pánti is beavatkozik a játékba. Egy szép védés
Tormától, de meg kell megint említeni Berecet, aki középen is föltalálja magát. Szépen cselezte be magát a védő közé, a másik oldalon pedig Bancsuk Károly lő gólt. Ő maga harmadik, a csapatnak pedig a 35. találatát, ha jól látom. 58 másodpercig vannak még egyébként a püspökladányiak hátrányban. Szentesi, ő kapja vissza a labdát. Aztán Csáti, még tovább, le a jobb szélre, és onnan már nem jó. A befejezés Szabó Dániel próbálkozott. Jól védett Torma a kapuban. Bancsók, igen. Olyan nagy lendülettel érkezett Bancsók Károly, hogy Szabó Dániel vele szemben már úgy igazán hát látszott rajta, hogy nem az, hogy nem akar ellenállást kifejteni, hanem nagyon nem forszírozta ezt a dolgot, mert látszott, hogy nem fog menni. Ez a 36. találatunk, 36-18 az állás. Ha jól látom, de tényleg annyira rossz ez az ellenfény. Itt önök is láthatják a Hajdonál első kapu előterében, meg ott pontosan, ahol Torma áll. Ott is látszik, hogy milyen nagy ellenfény van, és egyszerűen nem igazán látszik a kijelző. Berec. Csáti kapja vissza. Berec, még tovább. Szentesi, jó a blokk, megvan a labda, és lehet indulni előre. Molnár lefordul, igen, húzzák hátulról vissza, és akkor ennek már szerintem itt büntetőnek kéne lenni, sőt a játékvezető egy kiállítást is ad, mégpedig a kiállított játékos Pánti Bálint, az ő védelmében elmondhatjuk, hogy más már ott nem nagyon tudott csinálni. Egyetlen egy büntető, egyetlen egy 7 méteres volt eddig a mérkőzésen, eltelt már majdnem 53 perc a meccsből, és ez a második 7 méteres. Molnár be is lövi, mint a sértet. Egyébként egy alapvetően nagy különbség az MB2 és a megye között, így első ránézésre, hogy sokkal kevésbé szabálytalanok a csapatok. Tehát azért az MB2-ben már benne van az, hogy oda kell menni, és csípni kell, marni kell, rúgni kell, harapni kell, mindent kell csinálni, mert meg kell állítani a támadást. Itt azért még a megyébe megpróbálnak sokkal sportszerűbben játszani a csapatok. Molnár közben Zitzerben a másik oldalon, és be is lövi önmaga negyedik találata. A Hajdunánásnak pedig ez a 38. Szóval ez egy óriási különbség, hogy azért annyi szabálytalanságod, annyi keménységet, annyi durvaságot, mint amit mondjuk az MB2 hordoz, és akkor az MB1-ről nem is beszélek, mert az meg külön egy másik szint, erről is beszéltem a Polgár elleni meccsen, hogy a Cegléd elleni első mérkőzésünkön Fehérvár Istvánt hogy ütötték le, akit mondjuk az MB2-be senki nem tudott arrébb tenni. Szóval ez egy másik történet, de sokkal csendesebben és csendesebb mederben telnek a mérkőzések e tekintetben a megyében, mint mondjuk az MB2-ben. Passzív, közben el kell lőni, és ha már el kell lőni, Csáti Dávid el is lövi a negyedik találatát, jegyzi a csapatának pedig a 19-et. És most gyorsan meg is nézem, hogy mennyit lőttek a Szoboszlónak az utóbbi mérkőzésen a püspökladányiak. 22-t, hát nálunk most 19-nél tartanak, ha minden igaz. Szombati, Bodogánnak ki pergett a labda a kezéből, Szentesi pedig szépen viszi el két ember között. Aztán utána nagyon gyatra a befejezés, Molnár, ő meg nem tudta lehúzni ezt a labdát. Kár, hogy elkapkodtuk. És ugye ezt is mondta Kóti Győző, hogy egy dolgot kér a fiúktól nagyon, hogy a zicsereket, azokat viszont lőjük be, mert, és ebben igaza van, a zicserig a legnehezebb eljutni. Ugye szoktam mondani az ember, hogy a nehezén már túl volt, és tényleg igaz, hogy a nehezén már túl megy az ember, vagy megvan a neheze a dolgoknak, és idézőjelben csak be kellene lőni, de szerintem minden labdajátékra igaz ez, de hát utána még mindig ott van egy kapus, és bármi megtörténhet, de hát az zicserre mondják azt, hogy hát zicserben motált, ezt már illet volna belőni, míg hogyha egy védőjátékos veszi el a labdát, hát jól védekezett az ellenfél. De az itt szert kihagyó játékos nem mindig őt hibáztatják, és nem azt mondják általában, hogy a kapus milyen ügyes volt. Szabad dobás után marad a püspökladánynál a labda, Szentesi.
Berec, hoppá, hozzáér a lábához, gyorsan megyünk előre, Bodogán végzi el a szabad dobást, Kelemen Bancsók, és bevágja Bancsók Károly. Ez az ötödik találata, a csapatnak pedig akkor a 40. elméletileg, mi 46 gólig jutottunk püspökladányban, hát ettől most egy picit messzebb vagyunk, de továbbra is 39-et látok a kijelzőn, akkor lehet, hogy 38 volt előtte. Tényleg elnézést kérek, mert önök viszont egy pontos kijelzést látnak a képernyőn, amit én sajnos nem, és a kijelző pedig annyira nem látszik ebben az ellenfényben, hogy borzasztó. Közben egy újabb hajdunánási szabálytalanság. Gyorsan elvégzi Faragó a szabaddobást. Pánti, aztán már Berecnél a labda. Hoppá, kicsúszott egy pillanatra Szabónak a kezéből a játékszer, de megoldották. Fönn a játékvezető keze megint, és ez megint utat talál a kapuba. Szentesi a gólszerző. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy Madai Tamás a kapott gólok számát hogyan fogja majd értékelni, mert 20 találatnál jár most a püspökladány, és akkor ha elközel jól olvasom le a kijelzőt, akkor ugye 39-20, a 27. percben a második félidőben Szabó, Bancsók, Szabó, egy de szép játék volt! Szabó Attila második találata, és a hajdunánási csapatnak ez a 40., ez már tisztán látszik a kijelzőn is. Úgyhogy van 20 gól a két csapat között, de ez a püspökladány csak 6 találatig jutott az első meccsünkön. Ez most sokkal jobb az ő szemszögükből nézve, nálunk a labda. Bancsók, és Bancsók szerzi meg a következő hajdunánási találatot, ez a 6. Oda kiáltott Szombatinak, hogy lőd már el, de hát Szombati Gergő meg jobbnak látta inkább odaadni a labdát Bancsóknak. Nagyon önzetlen volt Szombati, valóban meg lehetett volna próbálni, de az is igaz, hogy Bancsók jobb helyzetben volt, és jobb szituációban kaphatta a labdát. Meg is köszönte aztán Bancsók Szombatinak ezt az önzetlenséget, ez a 41. találata volt a mieinknek. Gyors labdaszerzés Szombati, Bancsók még, Szombati, így is van! Szombati Gergő, ha az előbb már leadta, akkor most meg Bancsók volt az, aki visszaadta a labdát, és Szombati Gergő, bár kiszorította a védője, azért onnan is meglőtte a hajdunánási csapat 42. gólját, ezzel 42-20-ra módosul az állás. Jó volt a blokk, így aztán már könnyebb helyzetben volt a kapusunk is, Szabó, ő van Zitzerben, és Szabó Attilának ez a 3. találata. Ezzel 43-20-ra módosul az állás, a 29. percben járunk a második félidőben. És ha már az előbb megnéztem, hogy mennyit lőttek a Szoboszlónak, akkor azt is megnéztem, hogy a Szoboszló mennyit lőtt. Ők 31 gólig jutottak a püspökladány ellen az előző fordulóban, mi meg 42-nél, 43-nál tartunk, hogy nem rossz ez, és még lehet több is. Molnár kiejti a kezéből, de még Harsányinak oda tudta pöckölni. És aztán Harsányi Dávid is feliratkozik a gólszerzők listájára, ez az első találkozó, és aki nem szerzett gólt, már ezer bocsánat, hogy ilyen negatívumot is kiemelek, Nyakas Dániel, illetve a két kapusunk, Reszegi Csaba és Torma Antal. Egyébként pedig az, hogy szinte mindenki szerzett gólt, ez azt mutatja, hogy Madai Tamás tényleg szinte mindenkinek, sőt, hát mindenkinek adott játék lehetőséget, mert nincs olyan játékos, aki ne játszott volna ezen a mai mérkőzésen közülünk. Tormának egy újabb szép védés, és akkor van még 15 másodperc hátra, lesz egy szabaddobásunk, és onnan még 12 másodperc. Aha, visszafújta a játékvezető, Bancsó. Na lesz-e még egy gólunk, Szabó kiejti a labdát. Harsányi már nem tudta levenni. Ez a vége, mindegy, nem is ez a lényeg. A lényeg, hogy a hajdunánási csapat megnyerte a 6. mérkőzését is a megyei bajnokságban. Mégpedig a püspökladány ellen sikerül győzni 44-20 arányban. És ami miatt nem lehetünk szomorúak, az mindenféleképpen az, hogy
Majdnem meglőtte a hajdunánási csapat ugyanazt a gólszámát, mint az első mérkőzésen, akkor 47 találatig jutottunk, most 44 találatig. Viszont amire én azt gondolom, hogy figyelni kell, az az, hogy a Püspökladány csak 6 gólt tudott lőni ellenünk az első meccsen, most viszont 20 találatig jutottak, és azért jó néhányszor a kapusnak is közbe kellett avatkozni nálunk, hogy azért ne legyen több ezeknek a góloknak a száma. Ez egyértelműen pozitív a Püspökladányra nézve, viszont lehet, hogy a védelmünk tekintetében meg elgondolkoztatja majd Madai Tamást. Ám bátor gyorsan meg kell jegyezni azt is, hogy azért mindenképpen érdemes a teljesség kedvéért hozzátenni ehhez a sztorihoz azt is, hogy azért tényleg mindenki, de mindenki játszott ezen a mérkőzésen, tehát nem kellett Madai Tamásnak ragaszkodnia egy feszes patent és a lehető legjobb felálláshoz. Tényleg bárkit játszathatott védelemben, bárkit beküldhetett a pályára, megtehette nyugodtan, kaphatott a csapat 20 gólt, igazából nem osztott, nem szorzott most e tekintetben ezen a mérkőzésen. Lehet, hogy ezért kaptunk több gólt, lehet, hogy más hadrendben játszott Püspökladányban a csapat, teljesen mindegy, majd erről megkérdezzük mindjárt Madai Tamást, megkérdezzük Kóti Győzőt is, hogy ő hogyan tudja értékelni a Püspökladányiak szereplését, de előtte átadjuk a pezsgőt a mérkőzés legjobb játékosának. A mérkőzés legjobb játékosa részére a pezsgőt a Boglár Élelmiszer Kft. Biztosította. Kari, mint a mérkőzés legjobb játékosa, fogad tőlünk szeretettel ezt a pezsgőt, fogyasszátok majd egészséggel, beszélgessünk egy kicsit a meccsről. Ugye ez az a mérkőzés volt, amit tudtuk, hogy le kell játszani, olyan nagyon nagy baj nem történhet. Bíztunk benne, hogy semmi zavaró körülmény nem lehet, meg lehet a 2 pont Hajdunánáson. Helyjel közel ez történt a pályán? Ilyen volt ez a meccs? Igen, jól összefoglalod a meccset. Így készültünk mi is, hogy nyilván ezt minden meccsen nagyjából így kell készülnünk, hogy meg kell nyerni. Ezt tudtuk, hát hiszen idegenben is egy nagyon magabiztos győzelmet arattunk felettük. Most próbáltuk úgy csinálni, vagy Tamás próbálta úgy csinálni, jobban mondva, hogy felosztani a mérkőzést négy negyedre úgymond, és mindenkinek egyenlő játék lehetőséget adni. Ez szerintem nagyjából sikerült is, úgyhogy mindenki nagyjából egy fél órát töltött a pályán. Több egyéni jó teljesítmény is volt ebben a 44 lőtt gólból. Említhetném a Pistit vagy a Dankó Józsit. Úgyhogy ők is akár itt is állhatnának nyugodtan, és nyilatkozhatnának a helyi televíziónak. Igen, nehéz egy ilyen meccsen azért játszanunk. Láthatjátok, hogy meg lehet látni, hogy azért vannak szerényebb képességű csapatok. Nyilván ők fiatalok, ők azt gondolnám, hogy a jövő csapata lehet majd itt a megyében, vagy esetleg talán később ez a Püspökladány, mert nyilván nagyon fiatal játékosok, ilyen 10 éves srácok ellen játszottunk, akik ellen nyilván nagyon nehéz. Ami talán szembeötlő különbség az előző mérkőzés és a mostani mérkőzés között, amit ugye Ladányban játszottatok, és e között az az, hogy ott csak 6 gólt kaptatok, itt viszont kapott 20 gólt a csapat. Ez minek tudható be? Ennyit javult az ellenfél, vagy ennyiben más játékrendben játszottatok Püspökladányban? Hiszen te is említetted, hogy itt azért most mindenki pályára léphetett. Igen, más játékrend volt. Próbáltunk sok mindent gyakorolni, amit már edzéseken is a jövőre úgymond készülvén próbálunk azért begyakorolni, hogy minél flottabbul menjen az a játék. Hát azért vannak benne hibák, úgy a védekezésben és úgy a támadásban. Szinte mindenki megfordult most mindenhol, úgyhogy emiatt lehet ez a több kapott gól, illetve hát most a védekezésünk azért nem volt összeszedett, úgy a mögöttünk lévő kapus teljesítmény sem, és a tényleg vagy a hatos falunk, vagy az öt-egyes zavaró védekezésünk sem volt a helyén most. Hát ha már ezt a mérkőzést úgy vezettük föl, hogy volt egy kötelező meccs, amit le kellett játszani, de bíztunk a 2 pontban, akkor azért talán így készülhetünk a következő meccsre, és a Földes ellen játszotok. Egy hasonló kaliberű csapat, megint csak azt kell mondani, hogy bízunk benne, hogy nagy baj nem lehet, és meg lehet a 2 pont. Te mit vársz majd attól a mérkőzéstől? Az teljesen más meccs lesz, azért, mert ott a játékosok, az egyéni játékosok sokkal nagyobb darab játékosok, úgymond, és ott a test-test elleni harc sokkal jobban fog dominálni a mérkőzésen. Itt ugye ezért kisebb termetűek voltak, többet kellett jobban forgatni a csapatot, és azt gondolom, hogy egy picit jobban rájuk is szaladni. Ott egy picit több ütközés lesz, még egyszer ismétlem önmagam, és ott azért vannak egyénileg jobb képességű játékosok, főleg átlő és irányító pozícióban, úgyhogy ott egy picit jobban kell majd figyelnünk, de hát hogyha minden meccset meg akarunk nyerni, akkor természetesen minden meccsre kőkeményen kell készülni, és figyelni, és koncentrálni. Úgyhogy nyilván ettől sokkal, de több kell, és mindig egy apró tervet kell magunknak kitűzni, mint ahogy a mai meccsen is, hogy minél többet játszani, minél több figurát gyakorolni, és minél többet játékban lenni minden játékosnak. A mérkőzés legjobb játékosa részére a pezsgőt a Boglár Élelmiszer Kft. Biztosította.
Említetted a mérkőzés előtt, Győző, hogy nektek minden mérkőzés nagyon-nagyon fontos, mert ezek a fiatal srácok, akik most játszanak a csapatodban, itt tudnak egyre inkább fejlődni. Hát ha most abból indulunk ki, hogy amikor otthon játszottátok ezt a meccset, csak 6 gólt tudtatok dobni a Hajdúnánásnak, most pedig 20-at, akkor kétségtelen, hogy van valami fajta fejlődés, sőt nem is kicsi, mert ugye rendesen meg tudtátok többszörözni a góljaitok számát. Összességében véve ezt is nézve, és magát az egész mérkőzést, mennyire vagy elégedett, vagy elégedetlen, vagy mivel vagy elégedett, vagy mivel vagy elégedetlen? Hát a gólok számában mindenképpen elégedett vagyok a srácokkal, így is azért volt benne rengeteg hiba. Igazából a Nánás is, én úgy gondolom, hogy egy kicsit másabbul védekezett, nem is jöttek ki, tehát 3-3-ra, se 4-2-re, amivel azért nagyon összezavartak otthon bennünket. Azért, hogy volt egy sima zavaró, attól nem ijedtünk meg, nem hibáztunk annyi eladott labdával, nem tudott a Nánás gyors indítást csinálni belőle, az mindenképpen elismerő, de tehát így is rengeteg indításgólt kaptunk. Tehát nyilván azért sebességben is fizikálisan erősebbek, rettentő rutinosak ezek a srácok. Én azt gondolom, hogy ez a 20 gól az mindenképpen magáért beszél, lőhetünk volna egy picit többet is. A kapus teljesítménnyel, mint ahogy az ellenfél edzője se elégedett, én se igazából tudok elégedett lenni. Tehát megbeszéltünk bizonyos dolgokat a kapusokkal, és mire próbálnak odafigyelni. Én mondjuk azoknak mindenképpen örülök, hogy legalább a labda irányát, a lövés irányába szépen elmozdultak, lemaradtak, borzasztó erős lövések is voltak benne. Tehát ez mind még rengeteg gyakorlás, rengeteg mérkőzést igényel, hogy ezeket kijavítsuk. Én mindenképpen elégedett vagyok a srácokkal. Nagyon jó mérkőzés volt a mi szempontunkból. Bízok benne, hogy a továbbiakban is tudunk ezekre a dolgokra figyelni, és akkor azért hamarabb fog összeérni ez a kis csapat. Említetted, hogy a meccs előtt felhívtad a srácoknak a figyelmét, hogy játszanak bátran a Nánás ellen, ne illetődjenek meg. Hát most úgy Szentesinek vagy éppen Berecnek egy-két mozdulata, meg játék megoldása jut az eszembe, hogy azért volt bennük dörzsöltség. Tehát nagyon sokszor szépen, ügyesen, fineszesen megoldották a dolgokat, és egyszer-egyszer azért meglepték a Hajdúnánást is. Akkor ezen a téren is elégedett lehetsz? Tehát elég bátran próbált játszani a csapatot? Igen, mindenképpen a bátorságból azért nem volt hiány a srácokban. Én szegény Dénest, Berecet úgy sajnálom, mert igazából neki a lövőhelyzetei megvoltak, mint ahogy mondtam a mérkőzés előtt, hogy rengeteg zicsert hibázunk. Tehát igazából ő addigra elfáradt fejben, vagy lehet ez az ijegység is benne van, hogy hopp, úristen, itt vagyok zicserbe, és akkor tehát nekem ez egy pici sok volt, amit ő neki most sajnos nem úgy jött ki, ő ettől azért sokkal ügyesebben szokott játszani. Szentesinek ez a flick-flakja, hát tehát ő nem egy egyszerű srác, tehát tudjuk, hogy ő minden mérkőzésen csinál valami óriási ökörséget, ha mondhatom így. Hát egy fene. Tehát csinál nagyon jó dolgokat, ő sajnos, vagy nem sajnos, Miskolc járt, ő nem is tud velünk edzeni. Tehát ahhoz képest azért bírta is a mérkőzést. Ő fejben nem igazán szokta végigbírni ezt a egy egész mérkőzést. Sajnos kevesen jöttünk el, tehát muszáj is voltam végigjátszatni. De összességében, tehát még egyszer mondom, én nagyon elégedett voltam a srácokkal. Említetted, hogy le kell játszani ezt a mérkőzést, megpróbáltok helytállni, de majd oda kell figyelni a Polgár és Földes duóra, mert velük vagytok versenyfutásban igazából, és nézegetve az eredményeket, tényleg volt azért egy-két-három olyan mérkőzésetek, ahol egy nagyon pici hiányzott ahhoz, hogy másképpen alakuljon a meccs. Nagyon sok hátra van még ebből a bajnokságból. Azt te is elmondtad, hogy kétségtelen, hogy meccsről meccsre fejlődik a csapatod. Hogy látod a folytatást majd, mert ugye ezekkel a csapatokkal fogtok most találkozni? Igen, hát úgy gondolom, hogy tehát nekünk a Földes Polgárral azért otthon egy nagyon szoros mérkőzést kell játszanunk. Én azt is említettem, hogy engem nem érdekel különösebben, ha egy nagyon jó meccsen kikapunk esetleg tőlük, de végig nagyon jól játszunk, és esetleg kikapunk 2-3 góllal. Tehát nekem az felér egy győzelemmel. Tehát elmondtam a srácoknak, én nem pontban mérem azt, hogy a teljesítményünket, hanem a látottak alapján vagyok elégedett, vagy esetleg elégedetlen. Én úgy gondolom legalábbis, hogy ha lejátszottunk már mind a két csapattal egy-egy mérkőzés, mind a két mérkőzésen a másik fél időben a vége előtt is tudtunk vezetni. Ráadásul a Földes ellen az utolsó 10 percben még 4-jel is vezettünk. Tehát igaz, hogy kaptunk otthon egy borzasztó játékvezetést, az is azért hozzájárult a vendéggyőzelemhez, de egyszerűen, tehát mi a fiatalok, annyira rutintalanok, még hiába kérek időt, hiába nyugtatom meg, hiába mondom el, mit csináljon, egyszerűen ő azt hiszi, hogy kaptunk egy gólt, azzal azonnal a góllal kell válaszolni. Főleg mikor előnyünk van, és akkor már az idő is nekünk kedvez. Hát ők, nekik ezt gyakorolni kell, nekik ezt meg kell érteni, hogy ez nem így működik. Higgadtnak kell maradni a legvégsőkig, és akkor majd meg lesz az eredménye.
Tamás, ez volt az a mérkőzés, ahol olyan nagy kockázatot azért nem vállaltunk, hogyha jóslásokba bocsátkoztunk, és azt mondtuk, hogy a hajdunánási csapat itthon tarthatja a 2 pontot, és kicsit a meccsképén látszott is az is, mondtad is a felvezetődben, hogy majd megpróbáltok sok mindent játszani, sokfajta játékfigurát, sokféle felállásban, minden játékosnak játék lehetőséget fogsz majd adni, megpróbálod 4/4-re osztani a mérkőzést is, akár komplet, szinte sort is cserélni, mint a jégkorongban. Szóval tényleg mozgott ez a felállás, tényleg sok mindent láthattunk és sokféle formában játszottatok, dobtatok 44 gólt, kaptatok mellé 20-at. Egy ilyen nagy dolgot hogyan lehet értékelni, amiben tényleg ennyi minden megtörtént? Valóban így volt, hogy igazából mindenkinek tudtam játékelhetőséget adni, ezt előre elterveztük és megbeszéltük a fiúkkal is, és úgy gondolom, hogy mindenki hozzá tudott tenni a mérkőzéshez, ki egy jó védekezéssel, ki egy fontos góllal, úgyhogy azt gondolom, hogy igazi csapat siker volt. Vannak olyan dolgok, ugye, amiket most elővettünk, lehoztuk a kapust és úgy próbáltunk játszani, készülve már a következő mérkőzésekre, és ott hát, ha ott is tudjuk majd ezeket a dolgokat kamatoztatni. Valami nem tetszett igazából a mérkőzés, 20 gólt azt gondolom, hogy rengeteg, amit kaptunk, tehát ettől sokkal többet vártam a kapusoktól, most igazából nekik nem ment, de hát így van, most több gólt lőttünk, igazából kiegészítettük egymást, nagyon sok ilyen 11-12 méter ilyen vaktába előtt lövés volt, és az általában bement, nem tudom, most ez így alakult, de a 44 lőtt gól azért tudtuk kompenzálni ezt. Ugye 6 gólt kapott a csapat, amikor Ladányba játszottatok, most viszont 20-at, tehát szembeötlő a különbség, és ha jól értelmezem, akkor azt mondod, hogy igazán talán bennünk volt a hiba, hogy ennyi gólt kapott a csapat, akkor mi lehetett a gond, ami miatt nem működött? Én először arra gondoltam, hogy mivel tényleg annyira jó értelemben fölforgattad a csapatot, hogy mindenhol mindenki játszott, mindenféle formációt kipróbáltatok, hogy talán ennek volt köszönhető az, hogy kicsit jobban zavarba lehetett hozni a hajdunánási védelmet, mint annó Püspökladányban? Hát több összetevője van igazából, tehát valóban, tehát forgattam a csapatot, mindenki több helyen játszott, és nyilván ez is. A kapusok ma nem egy jó napot fogtak ki, ez is benne volt, nyilván ez van ilyen a sportban. A másik pedig ugye az ellenfél. Azt gondolom, hogy ők folyamatosan fejlődnek, így mérkőzés lejátszanak, már abból is rengeteget tanulnak. Sok ügyes gyerek van, aki még most azért nem igazán nőtte ki magát, életkoránál fogom, mert fiatal. De azt gondolom, ővék a jövő, és nagyon sok ügyes gyerek van köztük. Mondtad, hogy már azért készültetek a következő mérkőzésekre, erre mindenképpen jó volt ez a mai meccs. A Földes ellen fogtok játszani, ami hasonlóan nem egy nagyon-nagyon magas színvonalon játszó csapat, de hát azért ott azért egy kicsit testesebb játékosok és idősebb játékosok ellen kell majd játszani. Mit vársz majd attól a mérkőzéstől? A Földes az teljesen más felépítésű játékosokban, ezt nagyon jól mondta, tehát magasak, erősek általában. Ott megszenvedtünk velük igazából, mondjuk közre játszott az, hogy bitumenen szabadtéren játszottuk azt a mérkőzést, és ugye azt már elmondtuk milliószor, hogy az nem nekünk kedvezett, nem nekünk kedvező ugye a szabadtér, de ott valóban az első fél idő az talán 2 góllal, hogyha vezettünk, de nagyon szoros volt, a második fél időre azért a fizikális különbség kijött, és itt úgy tudtuk megnyerni ezt a mérkőzést, és úgy fogunk erre is készülni. Lejátszotta tehát a 6. mérkőzését is a hajdunánási férfi kézilabda csapat a megyei bajnokságban. A Püspökladányt is láthattuk most már mi magunk is a televízió képernyőjén keresztül, hiszen amikor idegenben játszott a hajdunánási csapat, akkor oda nem tudtuk elkísérni. Tehát ez a társaság egy picit talán még fekete ló volt nekünk is a televízió nézőinek. Túl van tehát ezen a mérkőzésen is a hajdunánási csapat, megy tovább, a következő ellenfél majd a Földes lesz. Természetesen majd folytatjuk tovább a férfi kézilabda mérkőzések közvetítését. Most egyelőre azonban ettől búcsúzunk. Én köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra, a viszonthallásra.